Sziasztok, Ádám vagyok. A képen az új ZTE Blade V-készüléket láthatjátok, a Blade 3 egyik utódját, ami szintén 4x kijelzővel rendelkezik, 480x800 pixeles felbontáson. Azonban specifikációban elég sok mindenben eltér az előttől. A legnagyobb látható eltérés igazából a kijelző, ami IPS paneles, és rendkívül tág betekintési szögeket nyújt a készüléknek alulról, felülről, oldalról, mindenhonnan nagyon jól látszik. Annak ellenére, hogy egyébként a felbontás az 480x800, tehát nem kiemelkedő ebben a méretben. Amit láthatunk hasonló, mint a a Blade 3 vonalvezetése, felül van előlapi kameránk, fényérzékelőnk, hangszórónk, alul pedig három darab kapacitív gombunk, ami talán világít is sötétben, és van egy kis fém keretünk alul, ezen helyezkedik el a hangszóró. Ha nézzük a bal oldalát, itt van egy hangerőszabályzó gomb, középen micro USB, felülre került a jack csatlakozó, illetve a jobb oldalt kézreállóan egy bekapcsoló gomb, még a jobb oldal az teljesen üres. Galaxy S3 kék színt kapunk majd, hogy nem, vagy talán ilyen tengerkéknek nevezhetjük, kicsit metálkék is. Bal alsó sarokban van egy darab hangszórunk, felül pedig az 5 megapixeles kamera, ami végre kapott egy flash vakut is, és van egy dedikált mikrofon is a kamera mellé. Ez egyébként nagyon minimálisan emelkedik ki a hátlapból. Megnézzük a rendszert, ez már Jelly Bean, méghozzá megnézzük, hogy melyik verzió a sok közül. Ez a 4.1.2, ezzel fog érkezni várhatóan teljes magyar nyelvvel készülék, és hát hardwareben is elég sok érdekesség van. Itt láthatjuk, Qualcomm 4 magos processzor van benne, 8222-es, ami 1,2 GHz-es óra jelen ketyeg, mind a 4 mag, 1 GB RAM-ot kapunk, illetve Adreno 203-as grafikus magot, számos szenzor mellett. Ránézünk a rendszerre, kamera szoftver, igazából nagyon minimálisan késik a kijelzőn a szenzor, de mivel ez is még csak egy belépő szintű telefon lesz, illetve egy középszint olcsón, ezért elfogadjuk. Látjuk, nem gyári kamera alkalmazásunk van, ebben némileg már módosított az ZTE. Tudunk panorámaképet készíteni, időzített képkészítés van, különböző effekteket adhatunk hozzá. Belenézve a menübe, elég sok alkalmazás van, hát egyelőre még magam sem tudom, hogy mi fog felkerülni véglegesen. Azonban azt láthatjuk, van FM rádiónk, viszont ehhez mindenképpen szükségeltetik majd egy headset is, hogy ezt használhassuk. Itt egy teljes Jelly Bean tárcsázónk lesz, bár a hívás listánál már láthatunk némi átalakulást. És hogyha még belenézzünk itt a rendszerbe, hogy mit ad, lesz feladatkezelőnk, láthatjuk a futó alkalmazásokat, amelyeket ki is tudjuk lőni akár az összeset egyből. Ezzel gyorsíthatunk a rendszeren némileg. Ez a 4 magos processzor az rendkívül jól teljesít, hiszen nagyon gyorsan vált menüpontok közt és különböző alkalmazások között is a készülék. És hát szép látványos ikonokat kapunk már bele, benne azért vannak alkalmazások, amelyek teljes egészében gyári Google appok. Van külön alkalmazásunk a Wi-Fi tetheringnek, van touchpad billentyűzetünk, de ezt használja gyárilag, és kapunk néhány extra widgetet is a ZTE-től. Ez volna tehát az új ZTE Blade V okostelefon, 4 magos processzorral, 4x IPS kijelzővel. Ádám voltam, kövessetek minket továbbra is a Tech2-n. Sziasztok!